A kémény seprő inas és a cukrász lánya. A forgatókönyvet írta Alena Bartosikova. A lova agyon van hajszolva. A nyergét megszabálták a molyok. A kengyel fele más. Ráadásul a szerencsétlen gebét takonykor gyötri. A hátát meg benőtte a moha. Megígértem, hogy ma kisöpörjük az egész várost. Úgyhogy gyerünk, mozgás! Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Ha nem tudod betartani, inkább ne ígérgess. Mester, megígértem, hogy eljön velem a meleg kabátomért, meg a téli cipőmért. Most nincs idő sámborogni. Tudod, mennyi munka vár ránk? Úgy volt, hogy a nagybátyám elhozza, de még csak nem is ír. Türelem, fiam, és ne félj. Majd a munka felmelegít. Jó napot, Dimál mester. Jó napot. Ugye nem feledkezett meg a kályhámról, Dimál mester? Rossz a húzata, és ki kellene tisztítani a csöveket. Nekem már nincs hozzá erőm. Nem felejtettem el. Türelem, néném, türelem. Juttasd eszébe a mesternek, Tomás, jó? Az az öreg ház az átjáróban jégmadárral a homlokzatán. Jól van. A szája gombás, a teste csupa hólyag. Ráadásul még rühes is. Alig áll a lábán, reszket a sárgaságtól, meg mindentől. Fényképezte Aszen Sopov. Rendezte Pavel Jandourek. Ide figyelj, Tomás. Ez nem csak abból áll, hogy megtanulsz párfogást. Ez nagy felelősség is. Ugyelned kell, hogy ne okozz kárt, mert arra minden kuncsat kényes. Fél, hogy bízzanak benned. Az fontosabb, mint a pénz. Akkor azt is megbocsátják, ha koszorunk. A já musím pryč od vás. Na minden, itt hol vagy? Minden csupakorom. A zongora, a kották minden lapja. Mondom, hogy lassan, te tökfilkó. Szétvered nekem a kéményt. Elnézést, új inasom van. Az is a mesterről árulkodik, hogy milyen inast választ magának. Még csak pár napja van az iskolában. Ebben az iskolában csak pár perce van, és nézze meg, mit művelt. Mindent helyrehoz. Fontos megbeszélni valomban Rohlicsek mesterrel. Te addig maradj itt kint, nehogy valami galibát csinálj. Elképzelni sem tudom, mi hasznomat venni abban a darabban. Nagy hasznát venném. Ide figyelj, mester. Semmi az egész. Uraim! Ennyenok, miért kiabálnak? Miért bámul rám a tisztelt gyülekezet, mint valami? Szia! Nem tudod, hogy hívják azt a lányt? Ne kíváncsiskodj, te szép bajod! Hagyjátok abba, nem halljátok! Vigyázhatna rá! Egy percre magadra hagylak, és már is verekszel, mint a kocsmában. Ő kezdte! Tudod, ki ez? Összlad kiszállodás unokája. Nézd meg, hogy nézel ki! A gombod is leszakadt. Fogd a cuccot, és gyerünk! Megvesz az Isten hidege. Éhes vagyok, mint a farkas. Adj egy jó forró levest, anyjuk. A nagybátyámtól nem jött levél? Nem jött semmi. Úgy. Hát akkor jó étvágyat.
Jó étvágyat. Jó étvágyat. Itt van. Hámozd meg, de meg ne edd. Ez az egész család vacsorája. Hiába. Aki habozik, oppon marad. Ne, ne. Még a végén éhen maradsz. Én nem tudok ennyit megenni. Ha befejezted az evést, vigyél be mindent a műhelybe. Aztán hozzatok vizet, töltsétek meg a teknőt, az edényeket a tűzhelyen. Egy vödörrel meg hagyjatok kint az előszobában. Tartóztasd fel, öcsi. Jól van. Igyekezz. Ne, ne lögyköld ki az egészet. Maradjon is valami. Semmit. Na tessék, mit műveltél már megint? Töröld fel. Kedves bácsikám, most nagyon sok a munka, ezért nem tudok elmenni a holmimért. Nagyon kérlek, mi hamarabb hozd, vagy küldd el a téli ruháimat. Amin van, abban már nagyon fázom. Szeretettel üdvözöllek, és alig várom, hogy meglátogass. Tomás. Hol maradsz ilyen sokáig? Nehogy végighúz nekem a földön. Mindjárt lemegyek! Azt sem tudjuk, hol áll a fejünk, de holnap után benézzünk magához is. Lesz nagy öröm. Én is alig győzöm annyi a munka. Szervusz, apa. Szervusz. Jó, kever, kever, nehogy összeessen a tészta. Na, szok csak hozzá. Szigorúság, fegyelem. Mester, az öreg néni megkért, hogy szóljak, ne feledkezzem meg róla. Ha a mester mond valamit, akkor ugrani kell. Különben semmit nem tanultok, taknyosok. Tessék, mondd meg! Mit csinálsz, ha nincs itthon senki? Megyek a következő címre, és később visszajövök. Akkor lejárhatnád a lábad, és a hideg vízre valót sem keresnéd meg. Keresd a kulcsot, és megvan. Thank you.
egyre hidegebb van. Tomást hol hagytad? Itt vár egy csomó munka. Elengedtem a templomba. Hogy gyertyát gyűjtsön az anyáért és az apjáért. Aha. Csak nehogy csavarogni menjen helyette. Szegény fiú, nincs senkie. Ja. Aki kiskorától nem kap szigorú nevelést, abból akasztófára való lesz. Mondd csak. Már megint készülsz valahová. Ja. Én meg azt hittem, rendes emberhez mentem hozzá, nem egy csepürágóhoz. Hogy én csepürágó? Neves impresszárió vagyok, a híres maestro Fumagyolo. Tudom, most együtt kellene veletek lakmároznom, hisz nagy dínom, dánom vár rám. De sajnos sietősen távoznom kell, ezért aztán érzékeny búcsút veszek. Uram, teremtőm. Nem hittem volna, fiacskám, hogy ilyen hamar elkészülsz. Kedves fiú vagy, és milyen ügyes. Kár, hogy a mester nem hallja. Aha, ne feledd, fiam, hogy néha ki se kell mondani valamit, hogy meghallja az, aki segíthet rajtad. Vegyél buktát. Szomorú vagy, ugye? Egyedül vagyok, mint az ujjam. De nem adom meg magam. Jól van, Tomás. Azt, aki nem adja meg magát, igaz, sokszor próbára teszi a sorsa, ám végül megtalálja a boldogságot. De csak akkor viszed valamire, ha jó a szíved. Tessék, vedd ezt fel a kabátod alá. Ebben nem fogsz fázni. Köszönöm. Tartsd meg magadnak, nekem már nincs rá szükségem. Leszakadt egy gombod, már csak visszavarrom. De nem ám egy közönséges gombot. Aztán jó, figyeld meg, Tomás, ki érinti meg először, és az új évre kivarja fel újra. Úgy, olyan lesz a ruhája, mint egy hercegnőjé. Ne bámészkodj. Öltöz át, szedd le a száraz ruhát, mosni fogunk. Jé, a kis kéményseprő. Megfoghatom? Szerencsét hoz. Miért ne? Inkább ne. Még bepiszkítja a ruháját. Nem hallottad, mit mondtam? Ne tartsd fel Eliska kisasszonyt. Eredj a dolgodra. Csinálja a mester. Fogj egy kis tésztát, és próbáld meg te is. Hol tanultad ezt? Édesapámtól. Ő is pék volt. Figyelj, hamarosan versenyt rendezünk a fiatal pékeknek és cukrászoknak. Nem akarsz szerencsét próbálni? Mit keresne ott? Figyelj, te eredj és keverd a tésztát, ne kotyogj bele a nagyok dolgába! Adja, mester! Kéményseprőnek csapni való, még magánál is kontárkodjon. Még mit nem? Gyerünk a padlásra, aztán elmész a szövetért a feleséggel. Azért, gondolkodj rajta! Na menj csak, menj! Hát akkor minden jut. Eliska, ha volna kedved, gyere el a szállodába egy málna szörpre. Olyan nagy képű ez a Vojtyin, ráadásul fajankó. A nagyapja nem tőlünk rendelne, lehúzhatnánk a redőnyt. Se zongora leckére, se új ruhára nem futnánk. Inkább lemondanék mindenről. Na, végre megfoghatom a szép gombodat.
Ezt nagyon megkeserülötte jött ment senki házi. Szeretném, ha nem csak a féle szerencsehozó bábúnak látnál. Jaj, ne haragudj, nem akartalak megbántani. Mi az ott? Ebből lesz az új ruhád. Köszönöm. Pék és cukrász verseny. Vigyázz magadra, te mocsok! Hát ez, mire véljem ezt? Egy hónapja se vagy itt, és mennyi kárt okoztál? Szándékosan csinálod, hogy bosszancs vagy mi? Tudod, mibe kerülsz nekünk? Előbb kiöntöd a vizet, most meg ez. Hallgass, ne hazudj! Én Móresra tanítlak. Ma büntetésből a műhelyben alszol. Mama, a vizet szegény azért öntötte ki, mert a fiúk szándékosan elgáncsolták. Mindent láttam. Még ti is nehezítitek a dolgomat. Nincs elég bajom vele. Mit tátod a szád? Mosd el az edényt, aztán mars a műhelybe. Mit kiabálsz velem, amikor a verseny előtt állok? Hogy nyerjem így meg az 50 koronát? Nagy szükségem volna rá. Jól van, na, nem történt akkora tragédia. Ne fújd fel magad, mint egy varangyos béka. Mozgás! Úgy szeretnék még egyszer találkozni anyával és apával. Ők tudnák, mit tegyek. Egyetlen jó cselekedet se hiába van. Aki nem mer, az nem is nyer. Sose feled, Tomás. Bármit teszel, az a te választásod. Indulok a versenyen, anyukám. Jól van, eredj, Hojtin, menj csak. Üdvözlöm az urakat. Jó napot. Remélem, a fiú megmutatja, hogy méltó unokája a nagyapjának. És tehetséges tanítványa a mesterének. Elmesélte, milyen elégedett vele. Jöjjenek, uraim. Na látod, megy ez neked? Van pofája ide jönni. Velünk akar versenyezni. Na nem ért a szóból, majd lógóorral távozik. Majd én megmutatom neki. Thank you.
nem láttad, hova tűnt innen a holmi? Nem érdekelnek a kacatjaid. Az Istenért, Tomás, mit csináltál? Négyig tart a verseny. Igyekez hát, ha még sikerül. Rajta. Csak magadban bízhatsz. Ne várj csodákra. Eredményét. Hallgassuk meg Eliska Rokliskovát! De jó lenne gyakrabban találkozni Eliskával. A nagybátyád még mindig nem írt. Nem. Mester, 50 koronából kitelik egy pár cipőre? Hát miért ne telne ki? Ha nem drága kővel van kirakva. Elég, ha nem fázik benne a lábam. Megyek a konyhába, kipucolom a kemencét. De meg eredj fel a padlásra. Na, menjünk. Az, hogy győzött, még nem azt jelenti, hogy jobb nálam. Egyszerűen szerencséje volt. Neked meg egyszerűen pehed volt, igaz? Kémény seprű, maradjon a söprűjénél. No csak, mi van?
Földrengés vagy valami más sorscsapás? Jó napot. Hát igen, mester. Örülök, hogy nem feledkezett meg rólunk. Nyugalom, drága mester. Egy pillanati sorban lögdösheti be. Egyik tepsit a másik után. Alig várom. Igazi férfi mindig boldogul, egyedül is. Te magad választod ki, én csak megmutatom neked a város legjobb cipőjét. Ez jó ötletnek látszik. Tudod mit? A maradék pénzből meghívlak mondjuk a Moszkvába. Úgy sem jártam még ott soha. Most már süthetnek. Remélem, Tomás nem csinált rendetlenséget, mert akkor kap jó pár filest. Őszintén irigylem magától az inasát. Most mondja, miért pont nekem kellett kifognom egy ilyen nagy okost? Vigyázz, ne piszkíts be semmit, te tök fülkó! Ezt itt mind meg kell enniük. Hát itt a mi hősünk, aki megnyerte a cukrászversenyt. Dimál mester, lehetne még egy kérésem? Vegye úgy, hogy már teljesítettem, feltéve, hogy képes vagyok teljesíteni. Tudja, nagy megrendelést kaptam így az ünnepek előtt, és... Szóval, megengedné, hogy Tomás, persze csak amikor már elvégezte a munkáját, néha átjöjjön hozzánk besegíteni. Ha van kedve. Persze, hogy van. Jézus Mária, nem tudsz vigyázni olyan... Itt nem vigyázol az Istenit. Bocsánatot kérek, asszonyom. Kimosom az abroszt. Hová gondolsz? Ő csak lenyugodtan. Tehát, mester, mi a válasza? Hát, nem olyan könnyű kérdés. Nem, mintha meg akarnám tagadni, de tudja, a fiú a tetőn mászkál. Ki kell pihennie magát, meg aztán estig dolgozunk minden nap. Kérem, mester. Hát, még egyszer alaposan megfontolom. Ismered a mondást? Aki mindenhez ért, semmihez sem ért. Te is így jársz majd. A végén nem viszed semmire. Hallgass rám, fiam. Maradj szépen kémén seprő. Az biztos kenyér. Hogyni. Megjöttünk. Valaki kotorászott a holmimban. Csak nem képzeled, hogy a te kincseidet nézegetjük. Pont a kacatjaidra vagyunk kíváncsiak. Mi van, mi nem tetszik? Megnyerted a cukrászversenyt, hát aztán. Attól már mindjárt rágalmazhatsz minket. Mi hasznunk belőle? A te világra szóló győzelmedből. Csak annyi, hogy az egész város rajtunk nevet. És nem menj sehová. El kell vinned a patikusnénak a ruháját. Hogy is volt ez, Jalin? Mármint micsoda? Ki vele? Mi az igazság? Ez a fiú tök filkol, de nem szokott hazudni. A faterom teljesen megőrült. Jobban hisz annak a kódisnak, mint nekem. Az a senki házi jött-ment. Tényleg elképesztő. Leckésztessük meg. De rendesen. Majd kap tőlük kiképzést. De úgy, hogy megemlegeti. Már el is kezdtem. Végre elkezdhetünk nagy pénzben játszani.
Nálam rossz cipőt nem kapni. És mi bekerül? A fekete bundacipő 49, a barna csak 45. Na, fiatal úr, megveszi vagy nem? Megveszem. Mi történt? Valaki ellopta a pénzemet. És a mamám szívfüggője sincs meg. Elcsípik azt a tolvajt, meglásd. Nem ez a legnagyobb bánatom. Dimál úr nem akarja, hogy átjárjak hozzátok segíteni. Szólok a papának, hogy vegye rá Dimál urat, engedjen el. Úgyse sikerül. Karácsonyi sorsjáték. Egy korona a sorsjegy. Ide nézd, mit találtam. Tedd el, szerencsét hoz. Ejnye, gyerekek, nem vesztek sorsjegyet? Jé, jó estét, nénikém. Dehogy nem. Húzzuk ki együtt, jó? Válasz. Köszönjük. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Szervusztok. Tessék, itt van a pénz. Mondd meg Dimál asszonynak, hogy nagyon jól sikerült. Megmondom. Viszontlátásra. Mocsok. Mit csináltok? Gyerünk, adj neki! Gyerünk, adj neki, még! Adj neki! De bátrak vagyok így hármasban! Gyáva nyulak! Vojtyin, ezt nem úszod meg szárazon! Te elkényezteted, kis liba. Ha nincs a nagyapám, apád már csődben lenne. És akkor még véded itt ezt a senki házat? Eliska, nem esett bajod? Semmiség. Neked viszont vérzik az orrod. És a gombod is leszakadt. Meg kell találnom. Ugyan, adok egy másikat. Lépjünk csak fokról fokra gondosan, eljő, ne félj a kellő pillanat. Kijátsszuk majd a roskadt grémiót. Lépjünk csak fokról fokra gondosan, eljő, ne félj a kellő pillanat. Kijátsszuk majd a roskadt grémiót. Na, erre kíváncsi vagyok. Csak el ne aludjon a közönség. Na, még te is csúfolódj velem. Mindig hagyom magam rábeszélni. Egyáltalán nem értem, miért. Te jó ég! Kislányom! Á, semmiség. Mit műveltél? Gyere, ülj ide! Mutasd. Te meg hogy nézel ki? Megtámadtak. Megvan a pénz, a ruháért. Nagyon fáj. Már nem nagyon. Thank you.
nekem ez a színházasdi? Mennyi munka, veszélytség. Hogy jegyezzem meg ezt a sok szöveget? Apukám, tanoncra van szükséged, és Tamás olyan ügyes. Ügyes is, meg kedves is. Tulajdonképpen nincs is tanoncunk. Vagy én nagy csak a baj, meg a gond. Tudom, de nincs mit tenni, ha Dimálmester nem engedi el. Nem Dimálmester hajtolt bele ebbe a színházasdiba? Nem ő ígérte meg, hogyha neked lesz szükséged valamire, számíthatsz rá? Erre nem is gondoltam. Okos kislány vagy. Apád lánya. Így van. Mutassa meg, hogy nem csak a száját jártatta. Kelj fel! Menj el a mesterért! Mert megint idehozza a cimboráit. És egész éjjel itt fognak nekem ricsajozni. Ha itthon van rá szükség, mindig eltűnik. Lépjünk csak fogról fogra gondosan. Eljő, ne félj a kellő pillanat. Kijátsszuk majd a roskadt grémiót. Bizony hazudsz! Csak úgy hívnak Kata! Kedves Kata! Máskor... Gonosz Kata! Gonosz Kata! Hát így kell ezt mondani, mester. Maga meg egy kicsit úgy mondja, mintha egy temetésre szólokolna. Hazamegyek, ez nem nekem való. Tudja, mennyi munkám van? Hogy foglalkozzam a szöveggel, amikor azt se tudom, hol áll a fejem? Egy kicsivel több türelmet, és menni fog. Jó estét. Mit keresel itt? Este is körülöttem lábat lankodsz. A felesége kért meg, hogy vigyem haza. Akkor mondd meg neki, hogy haza találok. Kotodj haza aludni. Jó éjszakát. Mester, ha nem adja nekem kölcsön Tomást, nem lesz időm a színházra. Jó, folytassuk. Lezsenka, kérlek, ne veszek egy. Az új darabot próbáltuk. Blázsena, a makrancos hölgy. Shakespeare. Majd adok én neked makrancos hölgyet, hogy belekékülsz. Annyit dicsérték szentségedet, erényeidről annyit zengedeztek, egyetlen Katán. De mégsem annyit, mennyit érdemelsz. Ez indított, hogy nőül kérjelek. De ne félj, édes Katám, vagyis Blazsenkám, nem akasztom szögre a kémén seprő mesterséget. Mit bámulsz? Látod, hogy néz ki? Miért nem hoztad haza? Tamás holnaptól Rakliček mesterné fog kisegíteni. Ezt meg hagyd képzeled. Megörültél? De csak esténként, amikor lejövünk a tetőről. És nekem ki fog segíteni? De holnap már reggel átmegy Rakličekhez. És jól jegyezd meg! Az adott szó! Adott szó! Vojtyin, fiam, rád bíztam a sütést, de még a kemence mellett se bírsz megmaradni. Csak kijöttem körülnézni. Vegyél példát Tomásról. Őt nem kell nógatnom, hogy dolgozzon, se helyrehozni utána, amit elront. Én nem vagyok a cselédje, arra itt van ez a senki házi. Ha folyton baja van velem, akár el is mehetek. Adj Isten, mesterem! Mit szól, megint nem lesz fehér karácsonyunk? Manapság az időjárás is azt csinál, amit akar. Fent a hegyen se volt, hol ember emlékezett óta. Jó, és mi van a Tomás Bartosik gyerekkel? Jól van. Ja, kérem, mondja meg a nagybátyjának, küldjön nekem valami meleg ruhát. Jó, megmondom. Köszönöm, minden jót. Isten vele!
pénztárgéből eltűnt a pénz. Reggel 200-as volt benne, és most nincs ott. Ki vehette el? Itt még soha nem tűnt el semmi. Tomás többször is vitt az üzletbe süteményt. Lehet, hogy ő volt. Ne hazudj te! Adjátok abba! Tomás, hogy is volt? Letettem a süteményt az üzletben, és visszajöttem ide. A pénznek valahol itt kell lennie. Nyugodtan motozzon meg, mester! Nem fogom megmotozni az inasomat, mint valami bűnözőt. Csak motozzon meg, mester! Tessék, kutassa át! Le kell lepleznünk a tolvajt, és nézzük meg másutt is! Nem alacsonyodom le odáig, hogy vizsgálódjak, mint egy pandúr. Én szívesen megmutatom. Mester, ugye nem gondolja, hogy... Én meg nem győztem csodálkozni. Hová tűnik a rum az üzletből? De papa, Tomás soha nem tenne ilyet. A fejemet teszem rá. Micsoda szégyen. Na jó, megvárjuk, amíg lehiggadunk. Aztán alaposan végig gondolom. Tomás! Én soha nem lopnék el semmit, Eliska, hidd el! Szeretek itt dolgozni, és itthon érzem magam. Hiszek neked, és meggyőzem a papát is. Biztosan Vojtin tette oda. Nem maradhatok itt, ha a szüleid nem bíznak bennem. Kéményseprő, cukrásszal keresztezve. Mindenhez ért, főként a lopáshoz. Ja, miatta mindenki hátat fordít majd nekünk. Azóta, hogy idejött, botrány hátán. Mi van, ha nálunk is lopott? Tűnt a pénz! Én megmondtam. Eltűnt a pénz. Én nem vettem el semmit. Én itt gondoskodom rólad. Te meg így hálálod meg? Egy közönséges tolvajszarka. Fogd a cókmokodat és hord el magad. Takarodj ki az utcára, te hálátlan, most rögtön! Sokáig védtelek, fiam. De az lesz a legjobb, ha most szépen hazamész. Kígyót melengedtünk a keblünkön. Én sejtettem. Mennem, Maruska. Tedd el emlékbe. Köszönöm. Szervusz, Tomás! Jó estét, Forman úr! Hová, hová? Ma már nem jár semmi.
És maga nem hazamegy? Nem, még ki kell szállítanom az árut. Aha. Na és te? Haza készülsz? Igen, muszáj. Ja, biztos nem tudod, hogy a nagybátyád beköltözött a házatokba Krúza özvegyével és a gyerekeivel. Nem én. Tudod mit? Jobb, ha itt maradsz. Otthon már nem vár rád semmi. Hát minden jót! Hozok majd neked vásárfiát. Viszlát. Figyelj, meg kell ünnepelnünk, hogy végre kiszekáltuk. Sokáig tartott, míg elette a fene. A szentségit! Köszi. Jó, és most miben fogunk játszani? Hogy miben? Én csak pénzben játszom. Szerez holnapra, és akkor folytathatjuk. Jó estét. Van valami ennivalód? Nincs. Nesze. Hölyes vagy, megy és lop valamit. Én nem lopok. Aki nem lop, az az utcán nem éli túl a telet. Lopni nem akar udzik, de a kód és étele kellene mindre. Hord el magad, te csibész. Tönnyebbi haszna, éhendög lesz. Gondolj arra, Tomás, amit a mester mondott. Keresd a kulcsot! Nem tudod, mi baja van Vojtinnak? Falfehér a képe. Tényleg, hová tűnt? Nem tudom.
Istenért, Vojtyin! Gyertek ide! Nézzétek meg! A munkához nem fűlik a fogad, csak a lopáshoz értesz. Tessék, zabálják meg. Reggel van, Tomás. Ugye tudod, hova kell menned? Karin! Karin! Kell fejnaplopó? Megtanítsal a kesztyűbe dudálni? Az honnan van? Az enyém. Kártyán nyertem. Hát, édesapád örülni fog, te lókető. Egy percig sem maradsz itt tovább. Vigye csak, vigye haza. Csak meg ne bánja. Több kárt okozott, mint hasznot. Keressen magának másik kuncsaftot. Végezte magukkal, és a tortáikkal úgy szintén. Mehetünk. Néni Tomás. Szervusz, Eliska. Szervusz, Tomás. Gyere. Na, látod? Majdnem pórul jártunk mind. Te elszaladtál, az meg kis hián itt maradt. Most még mindent jóvá lehet tenni, papa. Nagyon bánt, ami történt. Szükségem lenne egy megbízható inasra. Nem volna kedved megpróbálni? Boldogan, mester. Hogy tehetél ilyet, te semmire kellő? Várj csak, Tomás! Na gyerünk, te nihasz, na gyerünk, gyerünk! Te meg ne haragudj, Tomás! Bocsáss meg! Ugye nem haragszik, Dimál mester, hogy Tomást felvettem inasnak? Maguknál jobb dolga lesz. Maga nem tehet semmiről, mester. És sok hasznos fogásra megtanított. Azok meg mindig jól jönnek, nem? Ja, Rohlicsek mester! Ne feledkezze meg a karácsonyról! Tudom, a bemutató. Na, eredjed! Nekem még soha nem volt saját szobám. Adok neked valamit. Köszönöm. Tudod mit? Felvarom neked a cukrászruhádra, hogy mindig szem előtt legyen nekem, és szerencsét hozzon. Mindkettőnknek. Csoda finom volt, mama. Látod, én biztos voltam benne. Tomás mától fogva a mi családunkhoz tartozik. Örülünk, hogy visszajöttél. Na, mit nézel, Tomás? A fához. Eliska, oszd szét az ajándékokat. Az enyém? Nagyon édes vagy. Köszönöm. Végre nem nő jég csak a lábamon. Köszönöm. Anyukámé volt. Köszönöm. A szövegkönyveknek, ha már színész lettél.
Most már nincs rám többé szükséged. Felvarni. Nézd csak! A sorsjegyünk. Menjünk, nézzük meg, hát, ha nyertünk valamit. Menjünk! 3, 5, 4, 4, 6, 4. Csupa 4-es. Ilyen furcsa számmal biztos, hogy nem nyerünk. Nem tudhatod. A 354-464-es számú sorsjegy nyereménye 20 000 korona. Zene Zbinyek Matyejú. Magyar hangok: Berkes Bence, Talmács Márta, Cető Ádám, Gacsal Ádám, Szabó Zsuzsa, Varga Tamás, Imre István, Braun Rita, Gyürki István, Kis Bernadett, Bárnagy Kati, Botár Endre. Magyar szöveg Fodor Zsuzsanna, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Lang András, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Tóth Flóra, szinkronrendező Tomasevic Zorka, produkciós vezető Milassi Nákos. A szinkron a Duna Televízióban készült.